akár kis szöglet is lehet a dologból, Nyilas és Nagy Norbert készülődik ott. Tegnap sokat gyakorolta a Fradi ezeket a szögleteket. Előre megy az összes nagy ember, Szellimi, Mátyus, Vámosi. Szellimi fejel, gól! Az Albán vendégmunkás. A 10. percben a Ferencváros egy szöglet után megszerzi a vezetést. Ahogy vártuk, kis szöglet, Nyilas ível középre, Szellémi csúsztatja meg, itt nagyon jó, és a védő fejéről, az alapvonalon helyezkedő védő fejéről csúszik be a kapuba a labda. Szellémi góljával megvan az áhított vezetés, mert Nyilas Tibor azt is elmondta, nem nagyon szeretnének úgy kezdeni, mint hogy az MTK ellen. Igen, egy ragyogó szöglet kombináció. Nagy Norbert. Viszonylag tisztán jöhet, Szellémi kéri, Lendvai középen, Lendvainak kéne tenni, Szelléminek tette, így is jó, sőt talán jobb. Nagyszerű, gól, 2-0, Lendvai fejelt a hálóba. A körökök támadtak, támadgattak, aztán Nagy Norbert áttette a jobb lábára a labdát, Lendvai pedig befejelte. Azt teljesen üresen, itt a beadás, íme Lendvai két védő között, és átfejeli át Nagyszerűszak felett. Marci úgy tűnik, mintha nem nagyon értenéd, hogy mit csinálnátok örökök. Itt van még egyszer, kicsit közelebbről. Ezt nagyon jól játssza a Fradi. Ezen az egy passzon múlott az, hogy nem lett ebből tán újabb gól. Nagy Norbert indult nagyon jól, és Szellimi próbált neki passzolni. Na Kovács Béla. Hát Matsidiszt is letámadja. Rosszul szöktette magát, hát Matsidiszt 11-es. 11-es. Kovács Béla azonnal észrevett a lehetőséget, lecsapott rá, a kapus pedig sárga lapot kap. Nagyon jó visszatámadott Kovács Béla, látta, hogy rosszul veszi le a kapus a labdát, egy elég ügyetlen mozdulatot, és teljesen tiszta a 11-es. Kérem, erről nincs mit beszélni, tisztán látszik. Gyönyörűen felemeli a labdát, és a lendülő láb eltalálja. Nyilas elek készülődik a büntetőhöz. Nem telt el még 10 perc a második félidőben. A Fradi már rúgott egy érvénytelen gólt, most egy 11-es. 3-0! Nyilas abszolút magabiztosan berúgja a harmadik ferencvárosi gólt. És nincs mit hozzátenni, mindent látnak. A Fradi ugyanúgy játszik, hogy az első félidőben, okosan, higgadtan és főleg eredményesen. Nem tudom, mi történt a görög öltözőben. Úgy látom, semmi nem történt. Teljesen mindegyik képest ugyanúgy játszik az AEK, talán egy kicsit többet futnak, erőszakosabbak, egyre jobban kezdenek idegesen játszani. Meg tudom jósolni, hogy nagyon sok lesz a szabálytalanság, mert ezt nehezen viselik el a görögök, hogy 3-0-ra égnek. Mondom őszintén, nem mertem 15 perc. Egyelőre még nincsen csere. Jó, a gól! Ez óriási! Ez óriási, Vince Otto kihagyott egy nagy helyzetet, aztán rúg egy gólt a szöglet zászlótól. Félelmetes. Félelmetes. Ma itt minden összejön. Kis szöglet volt, és aztán berakja a rövid saroknál. Ez óriási kapus hiba. Gyönyörű gól. Állított gól, mintha csak szabadrugás lenne, vagy akár egy szöglet, de nem volt az természetesen. A kapus mellé vetődik, hát nem is kellett volna vetődni, hogy fölnyúl és lehúzza a labdát, nem hiszi maga se, hogy ilyen gólt tud kapni a szöglet zászlótól. Szenzációsan kanyarította be Vince Otto a labdát. Egyből ellövi, Apacidis. Kasapis, Szalewski, eddig jó, amit tesz. Mátyus mellett középre, Nikolaidis egyből lőhet, lő gól! Ezt nem kellett volna. Ezt nem kellett volna, a 91. percben járunk már, amikor Nikolaidis megszerzi a görögök szépítő gólját. Nikolaidis 11-esben végig ülte gyakorlatilag az egész mérkőzés, Szűcs Mihály ölében, itt elfeledkeznek róla, teljesen egyedül marad.
és ellövi. Tegnap az edzésen egyébként ezeket a begurított labdákat próbálta kapura lőni, szóval sokat gyakorolta ezt a szituációt. A kapcsolat szépítő gólját a 11-es Nikolávics szerelemény is rúg. Vince. Lendvai. Egy csínbe Jagodicsnak. Tükszegi. Hosszú. Kasszakis. Szeverszki. Szebvét indítja. Jól. Mátyus van ott rajta. El is fekteti őt szedve. Nikolaides mozog a rövid oldalra, átvette. Megint egy üres ember mellé. Lakis lőtt mellé. Akkor, amikor már a 92. percben jár. De le is gyűrték a ferencvárosi védők Nikolaidist. Még egyszer az eset. Inkább szabálytalanság volt ez, mint kezezés, valószínűleg félre néztem a helyzetet. Gól! Szedve! Ez hihetetlen. A 93. percben járunk, amikor újabb gólt szerez a görög csapat. A szabálytalanság után itt a szabadrúgás, Szeverszki át a túloldalra. Lakis fejelés, Szedve teljesen tisztán megszerzi a görögök második gólját.